Választás 2018 6 országgyűlési képviselőjelöltet vettek nyilvántartásba eddig Vas megye egyes számú választókerületében. Fakitermelés. Korszerű munkagép segíti az erdészek munkáját azokon a területeken, ahol a jég, a szél vagy a szúkár miatt sok fát kell kivágni. Kreativitás és jó hangulat. 9 középiskola 9-esei mérték össze tudásukat a 7. városi gólyaavatón. A nyertes a Bolyai csapata lett. Ez a Szombathelyi Televízió híradója, a műsorvezető Potyondi Nikolett. Jó estét kívánok! 6 egyéni országgyűlési képviselőjelöltet vett nyilvántartásba eddig Vas megye egyes számú választókerületének országgyűlési egyéni választási bizottsága. A jövő héten további jelöltek nyilvántartásba vétele várható. A Fidesz Magyar Polgári Szövetség színeiben induló Hende Csaba, az MSZP és a Párbeszéd Magyarországért párt közös jelöltje Nemény András, a Hajrá Magyarország párt tagja Szakály Gábor, az Összefogás párt jelöltje Szejdel Petra, a Jobbikos Balassa Péter és a függetlenként induló Ceglédi Csaba országgyűlési képviselőjelöltként történő nyilvántartásba vételéről döntött pénteken a helyi választási bizottság a választási iroda javaslata alapján. Mind a 6 jelölt vonatkozásában azt a javaslatot tette a választási bizottság részére, hogy tekintettel arra, mivel ezek az ajánlások megfelelnek a törvényi feltételeknek, a szükséges számú aláírásokkal a jelöltek rendelkeznek, ezért vegye nyilvántartásba a képviselő jelölteket. A Szegeden előzetes letartóztatásba helyezett Ceglédi Csaba jogi képviselője azt kérvényezte, hogy a bizottság küldje el jogerős határozatát a büntetés végrehajtási intézménynek, ez azonban Hollósi Tamás tájékoztatása szerint nem áll módjában a bizottságnak. Ami álláspontunk az volt, hogy a büntetés végrehajtási intézetre semmiféle jogot vagy kötelezettséget nem származtat, ugyanis a büntetés végrehajtási intézet nem engedheti szabadon az előzeteset letartóztatottat, akkor sem a képviselőjelöltként felvették, erre egyedül a nyomozati bíró vagy az ügyész jogosult. A választási bizottság határozata ellen van helye fellebbezésnek, ezt 3 napon belül lehet benyújtani. Amennyiben ezzel nem élnek az érintettek, ugye a döntés követő 3. nap után válik jogerőssé a bizottság döntése. Szombathelyen tartott fórumot a Jobbik miniszterelnök jelöltje. A rendkívüli hidegben senkinél nem kapcsolja ki az áramot az EON, az új eljárási törvényekről szól az idei jogásznap. Rövid hírekkel folytatjuk. Csütörtöki, Kőszegi és Körmendi állomása után Szombathelyen is utcafórumot tartott Vona Gábor, a Jobbik Magyarországért mozgalom miniszterelnök jelöltje. Az eseményen, amelyen mintegy 50-en jelentek meg, előbb az ellenzéki párt szombathelyi országgyűlési képviselőjelöltje Balassa Péter vázolta a helyi hiányosságokat, ideértve a bérlakásépítések szükségességét, hiszen, ahogy mondta, ma Szombathelyen egy darab önkormányzati bérlakásra 137 jelentkező van. A Jobbik elnöke vázolta pártjának választási programját. Vona Gábor kitért a biztonság kérdésére, a demokrácia megóvására, a korrupció felszámolására, a versenyképes bérek kialakítására, például az egészségügy, az oktatás és a szociális szférában. A Jobbik elnöke fontosnak tartja az elvándorlás megállítását, a társadalmi párbeszéd erősítését a választópolgárokkal, valamint Magyarország nemzetközi presztízsének helyreállítását. Március 2-án rendezik meg Szombathelyen a 22. jogásznapot. A program hagyományosan idén is Horváth Boldizsár emléke előtti tisztelgéssel kezdődik, megkoszorúzzák az egykori igazságügyminiszter szobrát. A jogásznap minden évben a legaktuálisabb témákkal foglalkozik, ezúttal 2018 új eljárási törvények a programsorozat mottója. Januárban lépett ugyanis hatályba az új polgári, valamint a közigazgatási perrendtartás, az új büntető eljárás. A jogászi törvény pedig július 1-től lesz érvényes. A jogásznap szervezője a Magyar Jogász Egylet Vas megyei szervezete. Spic János elnök a rendezvényt beharangozó sajtótájékoztatón elmondta, a szakmai programra rekordszámú, mintegy 200 érdeklődő regisztrált. A hétvégétől várható extrém hidegre tekintettel felfüggeszti a kikapcsolásokat az áramszolgáltató, tudatta közleményében az EON. A meteorológiai előrejelzések alapján döntöttek úgy, hogy a számlatartozással érintett lakossági ügyfeleknél február 25-e és március 4-e között nem állítják le a szolgáltatást.
Emellett az áramszünettel járó karbantartásokat is felfüggesztik, ezeket egy későbbi időpontban végzik el. Az önkéntes moratórium más energiakereskedővel szerződött, illetve nem lakossági ügyfelekre nem vonatkozik. Az erdőgazdálkodásban is egyre inkább mutatkozó munkaerőhiányt enyhíti a Szombathelyi Erdészeti ZRT új gépbeszerzése. A fakitermelési munkákat könnyíti és gyorsítja meg az az új döntő rakásológép, amelyet a társaság most vásárolt meg. Hosszú pályáztatás, alapos előkészítés után választotta ki a helyi szükségleteknek leginkább megfelelő, korszerű műszaki paraméterekkel rendelkező harvestert a Szombathelyi Erdészeti ZRT. A gép kivágja, legaljazza, méretre vágja, azaz kidönti, választékolja és rakásolja a fákat. Óránként 19 köbméter dolgoz fel. Egy ilyen gépnek a havi teljesítménye kb. 2000 köbméter, ami 15-20 fakitermelő szakmunkás munkáját tudja helyettesíteni. Ezen kívül a védett területeken, a vegetációs időn kívül tudjuk csak termelni, ez azt jelenti, hogy szeptembertől márciusig kell elvégezni a fakitermelési feladatok nagy részét, tehát szükségünk van az olyan gépekre, amik nagyon hatékonyan végezik el a fakitermelési munkákat. A munkaerő hiány az erdőgazdálkodást is sújtja, ráadásul itt a határ mentén a szomszédos országok elszívó hatása is érződik a munkaerőpiacon. Az időjárás sem kedvező, vízben, sárban áll az erdő megyeszerte, hiszen a téli fagyok elmaradtak, rengeteg csapadék esett. A korszerű harvestergép ilyenkor is dolgozik. Nekem viszonylag ilyen gyerekkori államszerűség volt, hogy ilyen gépen dolgozzak, így maga az erdés szakma is. Tehát így tetszik, szeretem a környezetet, meg a természetet. Az új munkagépre egyelőre a Szent Gotthárdi igazgatóság területén van a legnagyobb szükség. Ezt a részt sújtotta ugyanis leginkább az elmúlt időszakban a jégverés, a szélvihar és a szárazság okozta szúkár. Egy 5,2 hektáros jegenye és lucfenyvesben mutatták be az érdeklődőknek az erdészet legújabb gépét, amely országosan is kuriózum, hiszen ezzel együtt mindössze 3 ilyen dolgozik hazánkban. 8 tudományos előadás keretében mutatták be az idei év élőlényeit a képtárban. A különféle növény- és állatfajokat ezúttal is szavazással választották meg. A kezdeményezés legfőbb célja, hogy felhívják a figyelmet az élővilág megóvásának fontosságára. Zsúfolásig megtelt a képtár előadó terme. Évről évre egyre többen kíváncsiak az év élőlényeire. 5 esztendővel ezelőtt indult útjára az akció, amely már a valódi mozgalommá nőtte ki magát, és óriási tömegeket mozgat meg az interneten keresztül. Nem csak állatfajokról, növényfajokról, gombafajról beszélünk ilyenkor, hanem egy kicsit a figyelem tényleg az élővilágra, az élővilág veszélyeztetettségére irányul, illetve hogy mi emberek, akár magánemberek, akár valamilyen intézményi háttérrel mit tehetünk ezekért az élő lényekért. 2018 rovara az óriás szitakötő, hala a balin, hüllői az eleven szülőgyík, emlőse a délvidéki földi kutya, gombája a süngomba, vadvirága a kornistárnics, fája a virágos kőr is, és madara a vándorsólyom, amelynek eszmei értéke 500 ezer forint. Utóbbit nem csak vetített előadás keretében csodálhatta meg a közönség, hanem érkezett egy példány a kőszegi Csernelkertből. A vándorsólyom fészkelő fajként az 1960-as években eltűnt az országban, majd az 1990-es évek elejétől újra megjelent, és jelenleg 50-60 pár fészkel rendszeresen hazánkban. Az az állomány csökkenés több dologra vezethető vissza, és ezek a veszélyeztető tényezők még ma is hatnak. Gondolok itt például a túlzott vegyszerhasználatra, a mezőgazdaságban az illegális vadászatra, az illegális tojásgyűjtésre, a fészkelőhelyek zavarására, és a fészkelőhelyeket a Magyar Madártan Egyesület költési időszakban védi is. Az eseményen Puskás Tivadar polgármester köszöntőjében a szombathelyi identitást erősítő városi programmal kapcsolatban egy tudományos kutatómunkára kérte fel a múzeum munkatársait. Az a kérdésem, van-e olyan speciális élőlény, mondjuk ami Szombathelyen vagy ezen a környéken található. Úgy látom, hogy már is egy szép feladatot adtam attól a szombathelyi identitás programban. Az előadások sorát Vik Károly kezdte, aki az óriás szitakötők világába vezette be a közönséget.
A Bolyai Gimnázium diákjai bizonyultak a legjobbnak az idei városi gólyaavató tréfás vetélkedésében. Szombathely diákönkormányzata 7. alkalommal rendezte meg a versenyt az Agora Művelődési és Sportházban, ahol ezúttal 9 középiskola mérte össze tudását. A gólyaavató az osztályok bevonulásával kezdődött, majd Puskás Tivadar polgármester köszöntötte a diákokat. Egyre fontosabb a fiatalok társadalmi szerepvállalása. Javaslataik figyelembevételével még élhetőbbé lehet tenni Szombathelyt, fogalmazott a polgármester, aki a város jövőjének legfőbb letéteményeseként nevezte a szombathelyi diákságot. Az eseményen részt vett Székely János megyés püspök is, aki megáldotta a rendezvényt. Minden évben a győztes gólyaosztályok jelentkeznek a rendezvényre, ami egy témaköré épül. Idén a történelem a témakör, egy-egy korszakban korhű produkciókkal kell illusztrálniuk az osztályoknak a közösségét, és ezáltal is a szórakozás össze van kötve egy kis tanulással. Az osztályok különböző témákban készítették el kisfilmjüket, amit most vetítettek, majd bemutatták táncukat. Voltak indiánok, kalózok és a királyi udvartartás is tiszteletét tette. Egyszer volt Budapest, csak egyszer. A zsűrinek nem volt könnyű dolga a produkciók bírálásában. Alapvetően, ahogy a döntésémet hozom, amiket néznem kell, az leginkább abban irányul meg, hogy mennyire igényes egy produkció, hisz volt most már olyan is, ami iszonyatosan jól össze volt rakva, és nem volt túl bonyolítva az egész, viszont volt olyan is, ami nagy a kavalkád volt, és azért lehetett volna ezen még dolgozni. A rendezvény célja volt, hogy a város 9-es diákjai jobban megismerjék egymást, és új barátságok kötődjenek, erősödjön a diák közösség. A bolondos versenyt idén a bolyai is diákok nyerték meg. Bár csak 3 sportolóval képviseltette magát a halomkupán a Leo Karatedo ese, a szombathelyiek így is 4 éremmel tértek haza a viadalról. Legeredményesebb versenyzőjük Gál Enikő volt, aki férfiakat is legyőzve nyerte meg a felnőttek formagyakorlatát. Több mint 30 klub karatékái indultak a Tökölön megrendezett halomkupán. A szombathelyi Leo Karatedo ese csupán 3 versenyzőt indított az erőfelmérőn, akik 4 érmet hoztak haza. Gál Robert vezetőedző elégedetten nyilatkozott sportolói teljesítményéről. Elégedett soha nem lehet az ember, a formagyakorlatokkal meg vagyok elégedve, a küzdelmekkel is, de ott azért láttam egy-két olyan kisebb hiányosságot, amit ha betartanak utasítást, akkor kicsit jobb is lehetett volna az eredmény. A tököli viadalon a 12-13 éves korosztályban induló Somogyi Dávid 2 bronzérmet gyűjtött be. Somogyi Laura a 16-17 esztendősök között szerzett egy értékes második helyezést. A legjobb szombathelyének Gál Enikő bizonyult, aki a felnőttek összevont mezőnyében férfiakat is legyőzve lett első formagyakorlatban. Ez egy elég ritka dolog, hogy a felnőtt férfi és a női korosztályt is összevonják, sőt talán még ilyennel nem is nagyon találkoztam versenyen. Így eléggé izgalmas volt, mert hát eleve egy férfinak több ereje is van, meg esetleg még a dinamizmus, meg a kinézete is más lehet egy formagyakorlatnak, de hála Isten sikerült legyőznöm mindenkit. A Leo Karatedo ese versenyzői most egy márciusi, németországi viadalra készülnek gőzerővel. A tervek szerint azon a nemzetközi erőpróbán 4 sportolójuk lép majd tatamira. A Szombathelyi Televízió híradóját látták. Műsorainkat az interneten a www.stv.hu címen nézhetik meg. Híradónkat óránként sugározzuk. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!